Astra Ferencváros Csepelen a legutóbb a Fradi 6-0-ra nyert, a Magyar Kupában az elődöntőben ráadásul pedig Dörnyei Balázsék 4-1-re diadalmaskodtak, akkor is most is Samu Anna állt a kapuban. A védelem már a második meccsen volt kénytelen nélkülözni, mennyi a Benyákot viszont a zöldeknél. Ha nagyon-nagyon kellene tudna játszani, igazából vigyázzunk rá, egy enyhébb ajlászint gyulladása van, valószínűleg tartani a műfűves, sok-sok műfűves edzéstől. Az Astra egy tisztességes 3-1-es vereséget szenvedett az MTK-tól egy hete. Akkor nem volt egy cseréjük sem, most legalább ketten ültek a kispadon. Nagyon sok mindenkinek munkája van, családja van, elfoglaltsága van, és nem is kötelességük szerintem. Tehát mindenki saját maga osztja be, hogy mennyire fontos ez neki, és hogy mennyire szeretne jönni. Bátran kezdett az Astra, mely biztosan a harmadik helyért játszik majd a Doroggal a helyosztón. És rögtön gólt is szerezhetett volna, Samu hatalmasat véd, és aztán meg nem a labda, hanem a hazaiak légiósa pupozta ki a hálót. Itt már egy ferencvárosi támadás szövődik, és Sümegi kikanalazza még. De nem marad a 0-0, mert jelez az asszisztens a vezetőbírónak, Fram Gergelynek, ő pedig hisz kollégájának, aki bent látta a labdát. Na nézzük csak meg, hogy igaza volt-e, vagy sem. Itt ez egy ügyesen belöbbölt labda, most Dóczi a védő elé lép, a kapus nem tud hárítani, és nagyon úgy tűnik, bár nem vagyunk vonalban, hogy teljes terjedelmével ez bizony nem lehetett túl a kapuvonalon. Egy nem góllal vezet a Ferencváros 1-0-ra a 10. percben. Egy ügyes felívelés, Kakusz indít. Ez bizony elügyetlenkedte a védő. Itt az újabb lehetőség, elpattog a labda a kapu előtt. Orgyi teszi le, most Dóczi. A 30. percben járunk, ismét a nigériai légiós Mosdóczi zicserben, és tud még lábbal hárítani Kovács Klaudia. Egy Szabó Boglárka szabadrúgás, közben egy Barkóba kérdés önöknek, feketében közlekedik a pályán, fütyül, de nem bíró, mi az? A megfejtés itt látható. Vöfé Noémi nem játszhatott, de majd egy új szerepkörben próbálja ki magát, erről majd a végén. Sajnos az idei szezonban már nem fogok tudni játszani, reményeim szerint ősszel már elkezdhetem a meccseket is, és a nyári felkészülésre már tudok majd csatlakozni. 4 perce tart a második félidő. Nagy harc a 16-os sarkánál, és egy szabadrugást harcolt ki Szabó Dorottya. Most Dóczi a labda mögött. És... Ajaj, erre nem lesz büszke Kovács Klaudia kapus. Ezt bizony bevédte, bement a hasa az oldala alatt. 2-0 a vendégzöldeknek. Pont úgy pattan le, amire nem számított a csepeli kapus. 52. perc, újra a vendégek alakítanak ki egy ígéretes szituációt. Most Dóczi táncol, megforgatja az emberét, és ebben még bele tudott paskolni Kovács Klaudia. Ferencváros és szöglet, 53. perc, itt besűrűsödtek az eredmények, és az események is, Csankovics, és megint Kovács véd a fejes után. Orgyi bólintott egyébként. 68. percben egy veszélyes Szabó Boglárka szabadrúgás, neki iszonyatos lövőereje van, de ez most egy csöppet fölé szállt. 72. perc, csereként állt be Szabó és Krassen is, ők hozzák össze a helyzetet, aztán Szabó Dorottya a kapufáról lejön, Orgyi érkezik, a szokásos gólját meglövi a nigériai, és beállítja a 3-0-ás végeredményt. Most Dóczi 2 góljával pedig zárkózik a hetek óta nem játszó Pádárhoz a góllövő listán. Azt azért még mindenképpen mondjuk el. Voltak zicserek szerintem, volt egy többször is 5-10 perc, mikor jobbak voltunk, mint a Fradi. Szóval ezekre kell koncentrálni. Azt kértem, ha lehet, akkor mindenképpen egészségesen húztam a mérkőzést. A játékban meg azért látszott, hogy ennek a mérkőzésnek nincsen tétje. Azért a fél időben egy kicsit föl kellett emelnem hangomat az öltözőbe, és egy nagyon kicsit, mert egy kicsit lassan, enerváltan, körülményesen futballoztunk az első fél időben. Azért hozzátenném, hogy mi azért nem készültünk el a meccset. Tegnap este 6 órától 8 óráig még edzettünk egy egészségeset, és most nem voltak éppen frissek a lányok, de
úgy látszik, hogy ennyit fejlődött a csapat. Legutóbb, mikor ilyen állapotban voltunk, akkor még kikaptunk otthon 1-0 az Asztrától, most sikerült azért behoznunk ezt a meccset. Az első 20 perc, 25 percben megleptük a Ferencvárost, egy abszolút kreatív támadó futballal léptünk előre. Azt hiszem az 20. percben olyan 6-0 volt a szögletarány ideje, és azt hiszem 2 vagy 3 zicsert is kihagytunk. Aztán a Fradi magához tért. Egy nagyon kiegyenlített első félidő volt, és hát egy általam is kíváncsian várt és visszanézett gólt kaptunk, amit nevezzünk szerencsétlen gólnak, és így mentünk a szünetre. A második félidőben egy picit más próbáltunk, egy picit el is fáradtunk, azt kell, hogy mondjam, illetve hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon buta gólokkal vertük meg önmagunkat. Emellett természetesen gratulálok a Ferencvárosnak, megérdemelten nyertek, sok sikert nekik a döntőben, de azt gondolom, hogy vastagon benne voltunk ma mindnyájan ebben a mai vereségben. Hogyan összegezni a mérkőzést? Ez az a újságíró kérdés, amire nem szeretnék válaszolni. Várom a kérdéseket. Nem áll. Nehéz lesz megvágni. Igen, nagyon virulok. Az elmúlt meccshez képest változott a csapat összetétele. Igen. És miben nyilvánult ez meg? Hát abban, hogy más játékosok játszottak, ez a rotációnak a lényege. És hogyan értékelni a játékosok teljesítményét? Hát elég vegyesen. Köszönjük szépen, és sok sikert! Hú, a többit is interjúolhatom?